Október végén Magyarországon Komáromban rendeztek kiállítást, amelyen közel 5000 kutya vett részt. Nem csak Magyarország egész területéről érkeztek ide résztvevők, hanem Európa számos országából is. Ez a négy lábú fiatal apa a lányjával jött ide, hogy együtt léphessenek ringbe egy páros versenyen. És persze a cél nyerni. They love the food more. Like, what do you feel? Your impressions? I'm extremely happy, of course, because first of all, this breed is a breed a lot of people don't know and a lot of judges don't really like because of the missing hair. And the other thing is that it's father and daughter, and the daughter now lives with my friend. She used to be my dog and now she lives with my friend. And I wanted to go in the ring and she said, no, my mommy isn't there, I'm not going. So she was like a little goat going, no, I'm not going. And I was rushing around trying to find her, and I found her, and she is new to handling. And I just said, come, you have to come, because she does not go. And I was not expecting a win, of course. And now we really had to improvise, you know. So I'm flashed, and she is crying because it's her first my first place. My first place. Her second exhibition and her first place, so we are so happy, yes. Yes, and I'm proud of course, of the dog, because then she did go, and so everything perfect. And the weather is great, and Hungary is always great to go to Kialitas, because you have a very nice atmosphere, and good food, good drinks, nice people, we love it. Yes. So this is Vaira and Bet. Yeah, she is called Bet because when she was a puppy, her ears were like a little bat ear, always moving, and her breeder had to bottle feed her, so she is extremely close to her people. And yes, she has three moms, but now the first mom, the new mom, had to go with you. And she's always kissing. So geil. A veterán kutyáknak külön versenyt rendeznek, akik már elmúltak 8 évesek. Leírhatatlan, még soha nem jutottam ilyen szintre, és nem tudom elmondani, hogy tényleg egy idős kutyával nyerni az teljesen más, mint egy
fiatal vagy egy ereje teljében lévő kutyával, úgyhogy leírhatatlan az érzés. Ugye súlyt a kicsit időn. Ide nézd, mit kaptál. Igen, szeretlek. Rákoncen kereszten kiállítási kutyák vannak. Ők sokszor nyertek. Még a kedvenc. Hát a kedvenc mindig az utolsó, amit a legutolsó kiállításon sikerült megnyernünk. Jelen pillanatban, idén nyáron a klub kiállításon Zoé nevű szukánk nyerte ezt a herendi porcelán díjat. Ő az egyesületünk által gondozott fajtákon belül az amerikai akita fajta legszebb kutyája lett. És a végén, a Best in Show-ban, amikor az összes kiállításon szereplő kutya legszebbjeit hasonlítják, vetik össze a bírók egymással, ott pedig a második helyet sikerült elhoznunk, tehát az egész kiállítás második legszebb kutyájának választották a bírók Zoét. Erre most speciál nagyon büszkék vagyunk, de ezen kívül is sikerült még elég sok díjat begyűjtenünk a több mint 10 éves kiállítási pályafutásunk során. Hát ezek itt mind a serlegek, mind pedig a rozetták, illetve szalagok, ezek mind Best in Show eredményeket, győzelmeket örökítenek meg. Ezek nagyon kedves emlékek számunkra. Itt a szekrények gyakorlatilag ezzel vannak tele. Nagyon sokféle emlék és történet tulajdonképpen. Most már olyan mennyiség van belőle, hogy nem igazán tudjuk teljes valójában megmutatni őket, ahhoz nagyon nagy falra lenne szükségünk. Egyes szervezetek nem kifejezetten serlegeket vagy rozettákat készítetnek és adnak a kiállításon résztvevőknek, hanem vannak egyedi díjazások is, mint például ez a herendi speciál kiállításnak a díja. Ez nagyon szép, egyedi, ezt máshol nem lehet megszerezni, csak náluk. Erre is nagyon büszkék vagyunk, illetve vannak, ahol érmeket osztanak a győztesek számára, tehát azért a lehetőségek eléggé szélesek a díjazások tekintetében. Ugye mi a saját kiállításunkon, amit mi szerveztünk, ezt idején Vasszécsenyben, az Óebergényi Kastély Parkjában rendeztük meg. Első alkalom ez a Gellin Tibor Memorial CAC kiállítás volt. Mi is részben ilyen érmeket, részben rozettákat, részben pedig serlegeket adtunk a győztesek számára. És itt vannak azok a kutyák, amelyek megkaptak ezt a számos díjat. Nagy
nagyon szeretnék ezzel a kutyával találkozni, mert ő is Szentpeterváron született, most Magyarországon Táplán Szentkereszten él. Mint én Szentpeterváron születtem, Magyarországon Táplán Szentkereszten élek. Szép, gyönyörű vagy. Tudom, hogy ügyes vagy. Gyakran veszel részt a kiállításon, és nyersz. Én nem voltam kutya kiállításon, ezért megkérdezdem Varga Gábort bemutatni egy kiállítást. Köszönöm. Térjünk vissza a komáromi kiállításhoz. Varga Gábor pedig elmagyarázza nekünk, mi történik itt. Tehát Varga Gábor vagyok, Táplán Szentkeresztről érkeztünk feleségemmel. A Danger Zone amerikai Akita Kennel tulajdonosai vagyunk. Most már több mint 10 éve járunk kiállításokra. Jelen pillanatban a komáromi erődben vagyunk, ahol a háttérben zajlik a háromnapos cacip kutya kiállítás Best in Show programja, ahol nagyon-nagyon sok kutya, 10 fajta csoport győzteseinek a bírálata fog megtörténni. Mi a mai napon csak látogatóba érkeztünk, bár egy a mi kennelünkből származó kutyát felvezettem, és sikerült vele a legszebb szuka címet elnyernünk, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. A háttérben látható az előkészítő ring. Az előkészítő ringben mindig előbírálatot végeznek a bírók. Felállítják azokat a kutyákat, akiket később bent a Best in Show ringben fognak elbírálni, és előzetesen megállapítják, hogy a felhozatalból melyek azok a kutyák, akik a nap győztese címért versenyezhetnek. Mindig első, második és harmadik helyezettet választanak, és ezek a kutyák fognak a legvégén a Best in Show főprogramjában a BIS címért versenyezni, ami a kiállítás legszebb kutyája címet fogja odaadni. Régóta álmodoztam, hogy egy ilyen kutyát láthatok élőben, és itt van a komáromi kiállításon. Második lett a Best in Show. Magyarországon 9 magyar fajta van, ők a hungarikumok. Ő az egyik a komondor, ami hát a pásztorok mellett dolgozott. Pásztorokat segítette őket, őnekik a munkájukat abba segítette, hogy őrizte a nyájat a farkastól és a medvétől. Hát és így az őshonos pásztorok tenyésztették ki végül is erre a munkára. Ezért is van neki ez a nagy szőre, hogy a farkasok ne tudjanak olyan könnyen beleharapni vagy belemarni. És hát ez így alakult ki. Ő egy 3 éves szuka. Azt kell róla tudni, hogy még őseink hozták be a Kárpát-medencébe, és hát ő, ahogy látszik, egy nemezes szőre van, és amikor kicsi korában elkezd neki összeállni először a combjánál, amit el kell kezdeni széthúzogatni, és ahogy nől, ugye a szőre úgy megy, tehát úgy nől a szőre is vele együtt, és azért lesz ilyen tincses. Annyit kell róla tudni, hogy ők nem vedlenek, hiszen ezekbe a tincsekbe vedlenek bele. Egy éves koráig habos-babos szőre van, de nem kell fésülni, meg nem kell semmit csinálni vele. Ez szép tincsekbe áll össze, és ezt ahogy fejlődik, meg idősödik a kutya, ezt úgy kell széttépni ezeket a tincseket. És attól lesz ilyen szép rasztás a tincs. Ezeket így meg kell fogni, így hagyni, és ezt így széttépegetni. És ez így alakul ki. Hol lakik? Hát Fejér megyébe, Adony községbe, és ahhoz a kennelhez is tartozik, az Adony büszkesége komondor kennel tulajdona. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Hát, szem van? Szem van, persze.
ez neki a, ezt amúgy így van, ez a közhiedelem úgy van, hogy nem lát, de nem igaz, mert lát ettől, de ez adja meg neki a magát a nemességét, ez az ernyő, ezt ernyőnek nevezik itt a fej koronán. Annál mutatósabb egy kommandor, hogy minél szebb az ernyője neki. Úgyhogy hát próbálunk rá vigyázni, hogy meg is maradjon ez a szép szőre. Hát a kommandor igazi családbarát kutya, a gyerekek mellé is nagyon ajánlatos. Ő csak Magyarországon volt kiállításon, még nem voltunk vele külföldön, majd az Európa kiállításon még megméretteti magát, ami Budapesten lesz az idén decemberben. De nem ez az első kiállítása, tehát ő egy kiállítási kutya. Van, aki leszokta nyírni neki a szőrét is, hogy ne legyen olyan melege esetleg nyáron, de állítólag azt szokták ugye mondani, hogy a kommandort télen fűti a bundája, nyáron pedig hűti. De ugye mi azért nem vágjuk le neki, mert kiállítási kutya. A magyar bíró, más bíró, más országból bíró? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem... Minden bíró más, és mindenkinek megvan a saját kedvence, és ő dönti el, hogy ami a szívéhez közel áll, hogy melyiket választa ki. Hát nekünk elég jó hétvégénk volt most, úgyhogy én nagyon örülök. Derby Show az egy nagyon érdekes program, azt minden esetben az előző évben született kutyák számára írják ki. Tehát azokat a kutyákat lehet Derby Show-ra nevezni, akik az előző évben születtek. Hát tulajdonképpen a Junior Best in Show-t szokták ezzel kiváltani, az a Derby Best in Show, és a Derby győztes kutya az mindig a legszebb előző évben született kutya. Harmadik helyen szerepelt, hogy végzett a Derby Best in Show-nak. A rezerv Derby Best in Show második helyen végzett. Közép-Ázsia világszakály. És a 2021-es Derby Best in Show Anyara Kárpát. Köszönöm szépen. És hogyan érzed magad? Én hát ilyenkor nagyon fáradt vagyok, mert háromnapos munkán vagyunk túl, és ez három naptól reggel 7-től este 6-ig tartott, úgyhogy igazából meg vagyok könnyebbülve, hogy lefutott a komáromi derbi kiállítás. És kutya, hogy érzi kutya most? A kutyák nagyon elfáradnak a kutya kiállításban. A kutyák dolgoznak a ringbe, a kutyák figyelnek, és a kutyák nagyon örülnek mindenfajta dicséretnek, és természetesen amikor nyernek, akkor sokkal jobban meg vannak dicsérve. Ugyanez emberi gyarlóság, de így van. Mit fog kutya kapni vacsorá most? Macsorára? Vacsorá, valami... Hát nálunk ezért szigorúan megy, tehát a kutya az szárasztápon és húson él, és ugyanazt a szárasztápot és húst fogja kapni, mint tegnap előtt, és akkor is ezt kapná, ha nem nyert volna. A magyar agarakat az 1800-as évek végén stabilizálták a magyar sportló mintájára. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencebe érkező agártípusú kutyákhoz kevertek angol import
futó agarakat, angol agarakat, és ebből a magyar geográfiai viszonyokra szelektálták a magyar agarat, ami a éghajlatnak és az itteni vadállománynak megfelelő. A magyar agár abban különbözik a többi agártól, hogy lényegesen erősebb a csontja, nem törik el a lába egy ilyen göröngyös magyar szikes talajon. Alapvetően nyúlvadászatra és esetleg őzre használták. A magyar agárnak a magyar telek miatt vastagabb a szőre, mint a többi rövid szőrű agárnak, és kicsivel kutyább gondolkodású, mint az agarak általában. Könnyebben taníthatóak, könnyebben behívhatóak, de az eleganciájuk az mindenképpen megmaradt. Ez a kutya a futás könnyedségével meghódította a szívemet. A Szentpétervári Balettszínház balerinájára emlékeztetett. Szentpéterváron egyébként decemberben is lesz egy nagy kutyakiállítás. A kiállítás egyik bírája Harsanyi Péter lesz Magyarországról. Nagyon jól sikerült, 3 nap volt, több mint 5000 kutyával, és úgy gondolom, hogy a jó szervezés mellett nagyon sok magas minőségű kutyát láttunk. Úgy a bírálatok során, mint később a Best in Show-ban. And could you please tell several words about kiállítás in Russia? Sok alkalommal bíráltam már Oroszországban. Az első és legfontosabb, hogy nagyon magas a színvonal a kutyáknak. Tehát nagyon sok fajtában a legjobb minőséggel rendelkeznek az orosz tenyésztők és kiállítók. És általában a szervezés is jó szokott lenni, és az atmoszféra, a hangulat szintén. Nagyon boldog vagyok, mert még sose nyertem semmit így a Best in Show-ba, úgyhogy boldog vagyok. Olyan első versenye, igen. Kéli? Igen. Ez az első. Gyere! Kéli, gyere csak! Oj, gyere! Gyere! Jaj, de okóz! Nézd már, mi van itt! Oh, mit kaptál? Te kisbaba. Három hónapos, igen. És ki tanított? Ki tanított? Ritó Ákos, Miskolc, Kistokai Kutyaiskola. Ő készít föl minket. Házi feladat minden nap volt? Gyakorolunk minden nap, mert ugye dog dancingbe versenyezni szeretnék vele, és minden nap tanul egy új trükköt. Meg minden héten péntekenként van kiállításos óra. Ja. Minden jó? Úgyhogy így ennyi. Köszönöm. Én is köszönöm. Cac, fajta győztes és Best in Show 3. helyezett. De ez nehéz? Igen. Egy-egy ilyen felkészítés, az körülbelül 7 órát vesz igénybe. Ma bemenetel előtt körülbelül 1 óra, előtte való nap meg körülbelül egy olyan 7 óra. A fürdetés, szárítás, gépelés, nyírás mindennel együtt. Amerikai Bulldog rendkívül jó dolgozott, fegyelmezett volt. Tudta mutatni magát, az erősségeit. Köszönöm szépen, nagyon örülök, tényleg büszke vagyok. Minden kutyakiállítás nem csak kiállítás, ez egy ünnep is. Ez az ünnep mind a résztvevőknek, mind a nézőknek örömet okoz. A legszebb, a legelegánsabb, a legműveltebb, a legsportosabb, a legügyesebb, a legokosabb, jól nevelt kutyakot láthatjuk. De jó! Köszönjük! Hú, de boldog vagyok! Boldog! A kutyakiállítás a szerelem ünnepe. Ez a szerelem tengere. Ez a 4 lábú barátok szeretete az emberben. Ez egy ember szerelme. A legodaadóbb barátai iránt. A kutya soha nem árul el. Nem változik meg. Ott lesz a nehéz időkben, és akár az életet is adhatja a gazdájáért.
ahhoz, hogy egy kutyával itt a komáromi kiállításon szerepelni tudjunk és be tudjuk mutatni, az elsősorban neveznünk kell a kiállításra. Az úgy történik meg, hogy a nevezési oldalon regisztrálni kell a kutyát. Ehhez fel kell tölteni a kutyának a törzskönyvét, illetve a gazdinak a MEOS tagsági kártyáját. Ezt vagy az adott klubnál, ahol a kutya tartozik, tehát a fajta klubnál lehet kiváltani, vagy valamelyik helyi szervezetnél. Ugye például itt Szombathelyen, illetve Vas megyében az Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület a MEOS helyi szervezete, tehát mi tudunk kiállítani ilyen szövetségi tagkártyát a tulajdonosok részére, amivel aztán lehet nevezni a kiállításokra. Akik magyar lakcímmel rendelkeznek, nekik mindenképpen célszerű kiváltani ezt az igazolványt, mert hogyha ez nincs meg, akkor csak dupla nevezési díj ellenében lehet nevezni egy kiállításra. Szabvány általában állunk, és most csak az első nevezési határidőt mondom, mert általában több nevezési határidőt határoznak meg a kiállítások esetében. Az első határidő az CAC, tehát nemzeti kiállítások esetén általában 5000 forint, a CACIP kiállítások esetében pedig 6 vagy 7000 forint. És ahogy közeledik a kiállítás időpontja, ezek az összegek ezek emelkednek. Tehát az utolsó, mondjuk a harmadik nevezési díj, vagy nevezési összeg egy CACIP kiállításra már 12000 forintba kerül. Tehát ha valaki eldöntött, hogy szeretne nevezni egy kiállításra, akkor azt érdemes rögtön az első kiállítási határidőn belül megtenni, mert elég jelentős spórolással tudja ezt létrehozni. Szükséges, hogy a kutyáknak a vezetségoltása rendben legyen. Ha ez megvan, akkor az állatorvos részéről ez rendben van, és akkor be lehet lépni a kiállítási területre. Ez azért fontos, mert hogyha esetleg valami harapással járó incidens történik, akkor az már nagy segítség az orvosnak, hogy csak olyan kutyák lehettek ott a területen, akinek megvolt a veszettségoltása, tehát rendelkezik ezzel a veszettségoltással. A következő lépés az pedig, hát meg kell keresni azt a ringet, ahol az adott fajtát bírálni fogják. Egy ringben általában a kiállítás méretétől függően olyan 60 és 80 kutya közötti létszámot szoktak engedélyezni. 80 kutyáig CAC kiállításon még leíró bírálat van, 80 kutya fölött viszont már sehol nincsen leíró bírálat. A CACIP kiállításokon, tehát a nemzetközi kiállításokon pedig egyáltalán nincs leíró bírálat. Ott egy részvételi lapot kap tulajdonképpen a kutyának a tulajdonosa. A teljesítményfüzetbe beírják, hogy milyen eredményt ért el az adott kiállításon a kutya. A ringbelépés sorrendjét azt a ringbejáratánál mindig feltüntetik. Ott egy lapra fel vannak írva az adott kutyafajták, amiket abban a ringben bírálnak, abban a sorrendben, ahogy bírálják, tehát ahogy majd ringbe kell lépni. Tehát a speciál az amerikai akitát szeretném én bíráltatni, és az ötödik fajtának van kiírva, akkor tudom, hogy az előttem lévő fajtákból négy fajta van, és minden fajta mellé oda van írva, hogy hány egyedet fognak bírálni abban a ringbe. Tehát ki tudjuk számolni, hogy ez mennyi időt vesz nagyjából igénybe. Aztán, ha beléptünk a ringbe a kutyánkkal, azt a rajtszám alapján tudjuk megtenni. A rajtszámot, startszámot újabban e-mailben küldik ki a tulajdonosnak, és azt otthon kinyomtatják, kivágják, és egy ilyen startszámtartóba, vagy karra, vagy a ruházatra, bárhova, máshova rögzítik, és az alapján tudják beazonosítani a kutyát a ringtitkárok. A ringbe általában három személy tartózkodik, van a bíró, van a ringtitkár, és van egy írnok. A ringtitkárnak a feladata az, hogy egymás után szólítsa azokat a kutyákat, akik a bírálatban következnek. Az írnoknak a feladata az, hogy leírja, illetve beixelje azokat az információkat, amiket a bíró feléje ad. Illetve a ringtitkárnak még az is fontos feladata, hogyha külföldi bíró van, akkor neki fordítani kell, tehát ő tolmácsol és elmondja azoknak a kiállítóknak, akik nem értik a bírónak a nyelvét, hogy milyen meglátásai vannak a bírónak a kutyájukkal kapcsolatban. Illetve hát tőle lehet kérdezni is, ha éppen valamire kíváncsiak vagyunk, és ezt a bírótól közvetlenül nem tudjuk megtenni. A bíró általában egy körbefutást szokott kérni.
Most egy szabványring az 10 méter x 10 méteres, ettől pozitív irányba el lehet térni, tehát nagyobb ringet lehet készítetni, de kisebbet nem. Tehát 10 méter x 10 méternél kisebb ringek elméletileg nincsenek. Az első feladat az általában az, hogy körbe kell szaladni a ringen, utána meg kell állítani a kutyát a bíró előtt, aki végig tapogatja, megnézi, hogy megfelel-e a fajta standardnek. Utána kér egy oda-vissza futást, ami egy egyenes vonalú mozgást jelent, tehát a bíró előtt a ring széléig és vissza a szaladás. Itt megnézi a bíró, hogy mennyire egyenes a mozgása a kutyának, a csánkoknak a mozgása, a koordinációja. Ez nagyon fontos számára ahhoz, hogy a végén meg tudja hozni a döntést, hogy melyik kutya az, aki első, második, harmadik vagy negyedik, ötödik éppen a hány kutya ringbe lép. A bírónak azt is mérlegelnie kell, hogy az a kutya érdemes-e a kitűnő minősítésre, illetve a nagyon jó, jó, megfelelő minősítést kapja-e. Hát megfelelőt nagyon ritkán adnak, de jó és nagyon jó minősítést azért szoktak adni a bírók. Tehát nem minden kutya kitűnő, akit kiállításra visznek, hanem vannak gyengébb minőségű kutyák, azt a bíró akkor így jelzi. A kutyák bírálata a ringben a kiállítási osztályok szerint történik. Minor puppy baby osztály 3-tól 6 hónapos korig, a kölyök puppy osztály 6-tól 9 hónapos korig, fiatal junior osztály pedig 9-től 18 hónapos korig. Ezt követően a kiállítási osztályok között már van némi átfedés. A 15. hónapot betöltött kutyák bírálata egyrészt 24 hónapos korukig növendékosztályban, másrészt nyílt osztályban is megtörténhet. Ahol azt a fajta előírja, ott munkaosztályban is zajlik bírálat. A champion bizonyítvánnyal rendelkező kutyák bírálata a győztes, champion osztályban, a 8 éves kort betöltött kutyák bírálata pedig az érett veterán osztályban történik meg. Nemzetközi, vagyis cacip kiállításon kizárólag a felnőtt kutyák konkurálnak az ott megszerezhető cacip címért. Ez a cím a kanok és a szukák közül is kiadásra kerül a legszebb felnőtt kan, illetve a legszebb felnőtt szuka részére. A fajta győztes, azaz a best of breed, és a legszebb ellenkező nemű kutya, azaz a best of opposite sex, cím megszerzéséért mind a nemzeti, mint pedig a nemzetközi kiállításokon a fiatal osztály két győztese is konkurál, ezért erre az összevetésre valamennyi fiatal, növendék, nyílt, champion, illetve veterán osztálygyőztes is visszahívásra kerül. Az a kutya, amelyik a végső összevetés során fajta győztes lesz, az fog szerepelni délután a Best in Show programban a saját fajta csoportjában. Fajta csoportonként első, második és harmadik helyezett kerül kiválasztásra. A Best in Show program általában a gyermekkutyapár, fiatal felvezetők, kutyapárok, tenyészcsoportok, bébi és kölyök kutyák, veteránok, legszebb magyar fajták első három helyezettjének kiválasztásával kezdődik. Több olyan kiállítás van, ahol például az FCA által el nem ismert fajták, illetve a senior handling, a legszebb helyi kutya, pásztor vagy vadászkutya, illetve a Bosch Bish három helyezettje is kiválasztásra kerül. A kiállítás fő programját végül a Junior Best in Show, majd pedig az FCI 10 fajta csoportjának győztese bemutatásával, az első három helyezett kiválasztásával folytatódik, illetve azzal ér véget. A kiállítás legszebb három kutyáját közös fotón örökítik meg, amelyen a kiállítás valamennyi bírója szerepelni fog. Kérlek, ismertest, hogy milyen champion bizonyítványokat lehet Magyarországon megszerezni? Magyarországon már kölyök és bébi osztályban is lehet eredményeket szerezni, amik ugyan nem champion címek, de megszerezhető bébi osztályban 3-tól 6 hónapos korig a Hungária Minor Puppy Grand Winner cím, ami a bébi bajnok címet takarja tulajdonképpen, illetve kölyök osztályban, ahol 6-tól 9 hónapig megszerezhető a Hungária Puppy Grand Winner cím, ami pedig a kölyök bajnok címet takarja. Ezekből mind a kettőből 3 eredményt kell szerezni, 2 különböző bírótól. Ez a 3 nagyon ígéretes cím mind a két korosztályban.
Aztán a következő lépcsőfok az már champion címet ad, az a junior champion cím, ahol szintén három eredményt kell megszerezni, de abból a három eredményből legalább egyet már CACIP kiállításon, tehát nemzetközi kiállításon kell elérni két különböző bírótól, és erre 9-től 18 hónapos korig van lehetősége a kutyának. Következő lépés az már a felnőtt osztály, az pedig a Hungária Champion cím elérése. A Hungária Champion cím megszerzése nincs időhöz kötve, tehát bármennyi idősen megszerezhető. Szintén nemzeti és nemzetközi kiállításokra is szükség van. Két nemzeti és két nemzetközi, tehát CACIP kiállításon kell CAC címet szereznie a kutyának felnőtt osztályban. Ez lehet növendék, lehet nyílt, illetve lehet munkaosztály is. A három korosztályban, hogyha ezeket a címeket sikerül elérni, és legalább három különböző bírótól kell a négy eredményt begyűjteni, akkor a kutya megkapja a Hungária Champion címet. Következő lépés az a Hungária Show Champion. A Hungária Show Champion címhez 6 eredményt kell összegyűjteni a kutyának, amiből 3 nemzeti CAC kiállításon, 3 pedig nemzetközi CAC kiállításon kell, hogy meglegyen. Szintén legalább 3 különböző bírótól. Itt mind a két esetben nagyon fontos, hogy az első és az utolsó eredmény elérése között, tehát a Hungária Champion és a Hungária Show Champion cím megszerzésénél is fontos, hogy a két eredmény között, az első és az utolsó között legalább 366 napnak el kell telni, tehát egy év és egy napnak el kell telnie a két eredmény között. Aztán a legmagasabb cím, ami Magyarországon elérhető jelen pillanatban, az a Hungária Grand Champion. Hungária Grand Champion címet már csak olyan kutya tud szerezni, aki champion címet birtokol, és legalább 3 CAC címet kell szereznie champion osztályban, tehát a champion osztályt nyernie kell 3 kiállításon, legalább 2 különböző bírótól, és a 3 esetből egy alkalommal legalább a fajta győztes címet is meg kell, hogy szerezze a kutya. Akkor kapja meg a Hungária Grand Champion címet, ami jelen pillanatban a legmagasabb elismerés, ami Magyarországon kiosztható. És akkor van még egy úgynevezett Interchampion cím, ami viszont nem magyar, hanem nemzetközi cím. Ahhoz pedig 4 darab CACIP címet kell szerezni, legalább 3 országból, és legalább 3 különböző bírótól. Ugye ez elég nehéz, mert sokat kell utazni érte, és itt is feltétel, hogy az első és az utolsó cím között legalább 366 napnak el kell telnie. Aztán az érett, vagyis veterán kutyák számára is létezik egy championátus, az pedig a veterán champion cím, ahol 3 darab címet, CAC címet kell szerezni, 2 különböző bírótól, és ebből legalább egyet CACIB kiállításon kell elérni. Hát ezek azok a championátusok, amik jelen pillanatban elérhetőek, és hát tulajdonképpen ezért járunk kiállításokra, ezért végezzük el ezt a rengeteg procedúrát, amiről eddig beszéltünk, mert ezek a címek, ezek nagyban megnövelik a kutyának az értékét, az elfogadottságát, és hát egy óriási elismerés mind a kutyának, mind pedig a gazdinak is. Melyik kutya nevezhető a világkiállításra, akinek már sok CACIP van? Nem, a világkiállításra minden olyan kutya nevezhető, aki törzskönyvvel rendelkezik, és az adott korosztályában nyugodtan be lehet nevezni a kiállításra. Tehát oda nem kell kvalifikációt szerezni. Sem a törzskönyv is? Semmi más. Semmi más. És lehet világkiállításra nevezni a kutyával. Egyetlen egy olyan kiállítás van, ami kvalifikációhoz kötött, az pedig a Crafts kiállítás Angliában, ami hát tulajdonképpen talán a világ legnagyobb kiállítása, legalábbis résztvevő létszámban sokszor még a világkiállításnál is több kutyát neveznek a Craftsra. Oda kvalifikációt kell szerezni, ott minden országból csak az a kutya vehet részt, aki egy adott kiállításon megszerezte ezt a Crafts kvalifikációt. Ez Magyarországon mindig Komáromban szerezhető meg, az a komáromi kiállítás egyik napja a Crafts kvalifikációs kiállítás. Ó, kiállítás, ez nagyon érdekes, de miért nálad Tatonszent kereszten nincs kutya kiállítás? Miért?
Táplálszent kereszten azért nincs kutya kiállítás, mert sajnos olyan feltételeknek kell megfelelni a helyszínnel, ami jelen pillanatban itt nem áll rendelkezésre. Hát úgy kell számolni, hogy egy elég hatalmas terület, sík, tehát jó talajjal rendelkező területre van szükség ahhoz, hogy a magukat, a ringeket ki tudjuk alakítani. Egy átlagos cac kiállításon, amiket most mi is rendezhetünk, tehát amire jogosultságunk van, általában ilyen 3 és 500 közötti kutya létszám szokott előfordulni, amihez az érkező kiállítók általában szintén ilyen 3-500 autóval érkeznek. Tehát nem elég az, hogy kell mondjuk egy 5000 négyzetméteres terület, ahová a ringeket kijelöljük, és ahol magát a kiállítást lebonyolítjuk, hanem kell egy 500 autót elnyelő parkoló. És ráadásul ennek a parkolónak nagyon közel kell magához a kiállítási területhez lennie. Ez egyrészt előírás, tehát ezt a MEOS előírja, mint a kiállítási szabályzatban. Másrésztről pedig hát a kiállítók részéről is egy elvárás, hogy minél kevesebbet kelljen cipekedniük, hiszen a kutyáknak ketreceket hoznak, kiállítási asztalokat hoznak, és elég komoly infrastruktúrát is igényel a dolog. És hát ezeket az infrastruktúrális dolgokat jelen pillanatban vagy Széchenyben, az Olbergényi Kastély parkjában tudtuk megvalósítani. A bíróknak az elhelyezése és ellátása is nagyon fontos, hogy megfelelő körülmények között legyenek, és hát ez is kézenfekvő volt, hogy ott maga a terület is rendelkezésünkre állt, illetve rendelkezésünkre állt a kastély, mint a bírók számára kijelölt pihenő, és a kastély konyháján pedig az étkezést, az ellátást meg tudtuk oldani, mind a bírók, mind pedig a kiállítók részére. Az egyesületünk első kiállítását rendezte idén, itt vagy Széchenyben, az Olbergényi Kastély parkjában, és ez olyan sikeres volt, olyan jó visszhanggal záruló rendezvényt sikerült összehoznunk, hogy a jövő évre is megkaptuk a lehetőséget egy nemzeti kutyakiállítás rendezésére, tehát 2022. szeptember 17-18-án vagy Széchenyben, az Olbergényi Kastély parkjában a második Gellén Tibor Memorial Cac kiállítást fogjuk megrendezni, amire szeretettel várunk mindenkit innét Táplálszentkeresztről is. Mi a különbség kiállítási kutya és házi kutya között? Hát a különbség alapvetően a fajta standard alapján határozható meg. Egy adott fajtára mindig felállítanak egy fajta standardet, ami alapján a kiállítási és a nem tenyésztési kutyákat, házi, mondjuk családi kutyákat megkülönböztetjük. A lényeges eltérések általában a testfelépítésben, a kutyák szögelésében, a harapás minőségében, a fülek, faroktartás tekintetében állapíthatók meg. Ha az amerikai akita fajtát vesszük alapul, amivel ugye mi is foglalkozunk, akkor itt elsősorban a kiállítási és a családi kutyát a szögelések, a mintázat, a genetikai problémák határozzák meg. A tenyésztési és kiállítási kutyák esetében kötelező szűrések vannak, amiket el kell végezni. Ezt mindig speciális orvosi vizsgálatokkal megállapítani. És azok a kutyák, akik nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak, azok csak családi kutyaként élhetik az életüket, ami egyébként nem biztos, hogy rosszabb, mint egy tenyésztési vagy egy kiállítási kutyái, hiszen ha szerető családba kerülnek, akkor ugyanolyan minőségi életet tudnak ők is élni, mint a kiállítási kutya társaik. Mit kell tennem, ha olyan kutyát szeretnék vásárolni, akiből Magyarország bajnoka lehet? Ahhoz, hogy egy kutya kiállítási karriert tudjon befutni, ahhoz az első lépés mindig az, hogy tenyésztőtől kell kutyát vásárolni. Ahhoz, hogy egy kiállításra nevezni tudjunk egy kutyát, ahhoz mindenképpen szükség van törzskönyvre, illetve nagyon fontos, hogy az adott fajta standardjének megfelelő legyen. Olyan apróságok is dönthetnek egy kiállítási karrierbe, mint például a kutyának a mintázata, ami egyébként az egészségét nem befolyásolja, sem az anatómiáját nem befolyásolja, viszont szépségkiállításról beszélünk. Nagyon fontos a mozgása a kutyának. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kondíciója legyen, tehát sem túl kövér, sem túl sovány kutya nem alkalmas kiállítási kutyának. Hát ez megint csak a gazdinak a felelőssége, hogy milyen minőségű ételekkel eteti a kutyáját,
illetve mennyi mozgást tud biztosítani számára ahhoz, hogy megfelelő kondícióba kerüljön egy kiállításra. Ugye a szőrminőség nagyon fontos szintén, ezt ismét csak megfelelő táplálékkal lehet elérni, illetve vannak olyan táplálék kiegészítők, amik a szőrnek a csillogását megnövelhetik, a dús szőrt elősegítik. Vedlés esetén elősegítik azt, hogy gyorsabban leved le, megtörténjen a vedlés, és gyorsabban visszajön a szőr a kutyára. Aztán hát ahhoz, hogy egy kiállításon sikeresen tudjon szerepelni egy kutya, ahhoz szükség van a megfelelő ringdresszúrára. Ez a ringdresszúra, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy nagyon szépen meg kell tudni mutatni a kutyát egy kiállításon. Vannak, akik saját maguk vezetik fel a kutyáikat kiállításon, mint például mi is, de vannak, akik kifejezetten handlereket alkalmaznak erre a feladatra. A handlerek azok, akik ezt a ringdresszúrát megtanítják a kutyának, illetve ők maguk kiállításon föl is vezetik a kutyát. Hát nem kell egy nagyon bonyolult dologra gondolni. Általában az a feladat, hogy nagyon szépen körbe kell futni a kutyának, egy adott tempót tartani, amiben a bíró meg tudja állapítani, hogy mennyire harmonikus a kutyának a mozgása. Meg kell tudni állítani a kutyát úgy a bíró előtt, hogy az gyönyörű szépen mutassa magát, nyugodtan álljon a kutya, tehát nem szabad izgő, mozgó, ugráló kutyával ringbe lépni. Tűrnie kell a kutyának azt, hogy a bíró végig tudja tapogatni. A bírók általában ellenőrzik az izomzatát a kutyának, az a testarányokat ellenőrzik ezt tapintással, és hát ugye a szőrös kutyáknál, a nagyszőrű kutyáknál nagyon fontos a tapintásos ellenőrzés, hiszen maga a szőr az elfed mindent, tehát az anatómiát az csak is tapintással tudja a bíró megállapítani. Ellenőrizni szokták még a kankutyáknál a heréket, ugye mind a két herének meg kell lenni ahhoz, hogy kiállítási kutya lehessen, illetve a fogazat. Na most ez egy sarkalatos pont szokott lenni, nem minden kutya szereti, hogyha mondjuk a bíró odalép hozzá, és így megfogja a száját, és megnézi a fogait. Ezt általában meg szokták kérdezni, hogy megnézhetem-e, vagy a felvezető megmutatja maga a fogát, ez nem szokott problémát okozni, tehát ha azt mondja a tulajdonos vagy a handler, hogy a kutya nem szereti, ha idegenek nyúlnak hozzá, akkor ő is megmutathatja a fogazatát a kutyának. Ugye fontos az, hogy hibátlan legyen a fogazata a kutyának. Ezt is az alaposabb bírók általában ellenőrizni szokták, hogy minden olyan foga megvan-e a kutyának, ami szükséges az adott fajta esetében. Nagyon fontos még a füleknek a tüzése, azoknál a fajtáknál, ahol ugye felálló fülek vannak. A faroktűzést is nagyon alaposan szokták ellenőrizni, szintén azoknál a fajtáknál, ahol ez fontos. Úgyhogy hát elég összetett a történet, de a gyakorlással akár a tulajdonos is meg tudja tanulni, és szépen fel tudja vezetni a saját kutyáját. Reméljük, hogy ezzel a kis ismertetővel sikerült kedvet csinálnunk a kiállításhoz olyanoknak is, akik eddig még nem voltak járatosak ebben a világban, ebben a kutyás világban. És ha valaki kedvet kapott hozzá, hogy személyesen is megtapasztalja ezt a légkört, ami a videóból is remélhetőleg átjött, akkor szeretettel várunk mindenkit 2022-ben az Óebergényi Kastély parkjában Vasszécsenyben, a második Gellén Tibor Memorial CAC kiállításon. Reméljük, hogy ott is olyan élményeket tudnak szerezni, amelyek később hasznosak lehetnek a kutyás életükben.